Továbbra is csökken a bűncselekmények száma a nagykanizsai rendőrkapitányság illetékességi területén. Ez derült ki dr. Molnár József rendőrkapitány beszámolójából a szerdai társulási tanácsülésen. Viszont átrendeződés figyelhető meg. A vagyon elleni bűncselekmények és betöréses lopások száma jelentős csökkenést mutat, a lakásbetörések szinte megszűntek, ám az ittas vezetés továbbra is növekvő tendenciát mutat, annak ellenére, hogy szigorodtak a büntetések. A rendőrkapitány felhívta a figyelmet arra, rendszeresen jelen lesznek a kritikus területeken, ilyen például Murakeresztúr térsége. Dr. Molnár József továbbá arra kérte a települések vezetőit, május 20-áig a falvak pontos rendezvénynaptárát juttassák el a kapitányságra, hogy minden helyszínen megfelelő rendőri jelenlétet tudjanak biztosítani.